Most olvastam, hogy a szúnyogoknak is vannak kártevőik. Napokig rajtuk élősködnek és szívják a vérüket. Durva. Sziasztok! Ebben a videóban egy kihívást fogok bemutatni, illetve hogy én hogyan oldottam meg. A kihívás Drixkre vagy Cre, nem tudom, hogy kell kiejteni, küldte el. Nem csinált róla videót, csak a pályát küldte el. Úgyhogy most kivételesen ezt elfogadtam, és én is megcsináltam, de én nem így képzeltem ezt a sorozatot. Tehát többen is vannak, akik például szövegesen leírták, hogy ők mit képzelnek el, hogy kitáltak valami szerkezetet, és akkor na, meg tudom-e csinálni. De én nem így képzeltem ezt a sorozatot, szóval lehetne, az persze, az jóval könnyebb lenne, persze, tudom, sok mindent ki tudtak tálni, írhattok oldalakon keresztül, hogy milyen bonyolult legyen a szerkezet. Hát igen, az túl egyszerű lenne. Szóval én úgy képzeltem el ezt a sorozatot, mondhatjuk sorozatnak, hiszen ez már a harmadik rész, ha jól számolom, hogy csináltok egy szerkezetet, készítetek róla egy bemutatót, azt elkülditek nekem, és én is megpróbálom megoldani a saját logikám szerint, és akkor meglátjuk, hogy ki oldotta meg jobban, szebben, okosabban, bármi. Úgyhogy most kivételesen elfogadtam ezt, de a jövőben csak azokat fogom, akik meg is csinálják, és bemutatót készítenek róla. Jó. Tehát a mai pálya, vagy a mai kihívás, az a kameraépítés. A szerkezet koncepciója az, hogy kamerákat rakunk rá bárhová, és gombnyomásra átvesszük az ő nézőpontjukat, az ő szemszögükből látjuk a világot. Én ezt úgy oldottam meg, hogy adtam ilyen játékos fejet magamnak, ilyen kamerás kinézettel, és ezeket item frame-be kell rakni, azért, hogy könnyebben lehessen őket teszteni. Tehát most lerakok egyet ide. És az indító az a répás horgászbot, a szokásos távirányító. Mondjuk ide fönt fogom használni. Csak azért mondom, mert ez is lényeges. Tehát itt fölötte lépek ki. Vagy lépek be a kamerába. Használom, és akkor átveszem a helyét. Ha igen, ha próbálok forogni, akkor mindig visszateleportál, úgyhogy így villog a kamerának a textúrája. Így. És ugyanakkor a cseten megjelenik két kiírás. Hát igen, a tesztek miatt most már tele van a cset, de két kiírás, a következő kamera és a kilépés. Most ugye nincsen semmi haszna a következő kamerának, mert csak egy kamera van. De a kilépéssel visszadob minket oda, ahol használtam, ahol beléptünk. Vagy használtuk a botot. Most lerakok többet, hogy ez így tényleg körbe-körbe megy. Azért tud visszarakni oda, mert legyárt oda egy armor standet, és a végén visszateleportál. És akkor most nyomogatom a következő kamerát, akkor váltogatom. Látható, hogy mindegyik armor stand alatt van egy malac. Ez azért van, mert ha a kamerára teleportálnánk rá, akkor, hogy is mondjam, tehát a lábunk lenne ott, ja. És akkor fölé néznénk, nem is az ő szemszögéből. Sajnos nem lehet olyat a teleportált csinálni, hogy lejjebb. Olyat is próbáltam, hogy fut a jelgenerátor, és akkor a item frame-hez teleportál, meg lejjebb is teleportál egyszerre, de abból csak villogás lett. Úgyhogy azt a megoldást választottam, hogy a kamera alá lerak egy malacot, és valójában a malachoz teleportálunk. Pontosabban azok az item frame-ek gyártják le a malacot, akikben van kamera, és a többi. Tehát az elv, nem megyek bele a parancsokba szerintem. Összetett. Nem sok kommandok, de egy kicsit köszekusza tud lenni. Tehát ez azt ellenőrzi, hogy használtam-e a botot. Ez az indító tulajdonképpen, ez az ág. Itt az item frame-eknek szintén a szkorját egyre állítja, aztán akikben van kamera, azoknak egyre állítja. Ezek legyártják a malacot, akiknek ugye az értéke az nulla lett. És ez melyik? Ja, ez meg a malacoknak állítja nulla a szkort. Azért szórakozunk a szkórokkal, mert úgy tartja nyilván a rendszer, hogy melyik kameránál voltam, hogy amelyik malacnak a szkorja az egy. És akkor így végigmegyünk az összesen, akiknek nulla, az összes malacon, és akkor ugye mindegyiknek egy lesz,
és akkor van ez az ág itt, ez pedig lenullázza, hogy aztán újrainduljon a kör. Ez a kilépést ellenőrzi, az szintén egy score. Amikor itt kattintok a következő kamerára, akkor valójában a... Nem, a kilépésre, amikor kattintok, valójában a score-t növeli. Ez is a score-t növeli egyébként. Mert az az elv, hogy... Itt, ha egy lesz, ez a kofkam. Nem, kezdem még előrebb. Na, tehát, hogyha ha nulla ez a kofkam, az azt jelenti, hogy most szabadon mozgok, nem nézem a kamerákat. Ha használom a botot, akkor egy lesz a kofkam, az azt jelenti, hogy elindítottam a dolgot. És ha... Igen, elindítottam a dolgot. És itt valahol kettőre állítja. Valahol. Jaj, véletlenül azt mondtam. Igen, itt kettőre állítja. Az azt jelenti, hogy akkor már a kamerákban vagyok. És ha növelem, itt a chatre kattintással, akkor ez az ág indul el. Akkor már három lesz. Ez annyit csinál, hogy a malasznak egyre állítja a szkórját, akin épp állok. És akkor automatikusan teleportálok a következőhöz, az ez az egy parancs, hogy ahhoz teleportáljak, akinek nulla a szkorja, tehát akinél még nem voltam. És ennyi, igen. Ha pedig ugye kattintok a szövegre, akkor annak egyre állítja, úgyhogy nézze ugye a következőt, akinek nulla. És hogyha már mindenkinek egy, akkor mindenkinek lenullázza ez az ág. Oké. Jó, hát lehet kérdezni, ha nem volt valami világos, meg le lehet tölteni természetesen a pályát. Sajnos a másikat nem tudom megmutatni, mert mondom, a pályát küldte, nem videót csinált róla. Hát akkor ezúton is kérném őt, hogy csináljon róla egy videót. És igen, mostantól csak az ilyen videós kihívásokat fogadom el. A kézikönyv újjön.